Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit itt a berzencei Kavulák János általános iskola bejárata előtt. A kereszténydemokrata néppárt a családoknak a pártja, és minden eszközzel támogatja a kormánynak azokat a programjait, amelyek segítik és támogatják a magyar családokat, illetve a magyar gyermekeket. A rendszerváltozás óta hiányzott nagyon nagy mértékben Magyarországon egy olyan szociális üdültetési és táboroztatási program, amely kifejezetten a hátrányos helyzetű gyermekeket és családokat segítette, és ezért volt rendkívüli jelentősége annak, hogy a kormány 2012-ben elindította az Erzsébet programot, ezen belül pedig elindította az Erzsébet táborokat. Immár a 6. éve szervezik meg és rendezik meg Magyarországon az Erzsébet táborokat. Az elmúlt 5,5 esztendő alatt 400 ezer magyar gyermek, hátrányos helyzetű magyar gyermek tudott rendkívül kedvezményes körülmények között nagyon dús élménygazdag programokon, táborokon részt venni. Ebben az esztendőben a kormány az Erzsébet táborokat 5,2 milliárd forinttal támogatja. Mint azt nagyon jól tudják, most már hála Istennek a média tudósításai révén a magyar polgárok úgynevezett ottalvós programokban, illetve napközis programokban vehetnek részt a magyar gyermekek. Rendkívül kedvezményes körülmények között az ottalvós táborokban szimbolikusan 1000 forintos részvételi díjjal egyhetes programokban vehetnek részt Zánkán, illetve Fonyódligeten a magyar gyermekek, a napközis táborokban pedig szimbolikus 500 forintos részvételi díj mellett tudnak egyhetes programokon részt venni a lakóhelyükön közel lévő, lakóhelyükhöz közel lévő napközis táborokban a gyermekek. Itt Berzencén ezen a héten 106 gyermek vesz részt ezen a napközis táboron, és a következő héten pedig 70 gyermek fog részt venni ezen a napközis táboron, ezen kívül pedig majd 60 gyermek Fonyódligeten fog részt venni a ottalvós táboron. Ez azt jelenti, hogy a berzencei általános iskolának a diákjai 79%-a fog részt venni ezen a nyáron napközis táborban. Somogy megyében ebben az esztendőben több mint 2300 gyermek vehet részt napközis táborban, illetve itt a végeken, a belső somogyi területen, a Somogy 2-es választókerület területén 12 településen, 15 intézményben megközelítőleg 1000 gyermek fog részt venni ezeken a napközis táborokon. Rendkívül változatos programokon vehetnek részt a gyermekek, ahogyan lehet hallani is mögöttem, sportversenyeken kívül, kulturális programokon vesznek részt, önismereti programokon, személyiségfejlesztési programokon vesznek részt, környezetvédelmi programokat szerveznek számukra. Szeretném megköszönni mindazoknak a pedagógusoknak a nyári munkáját, akik a különböző programokon, tehát az ottalvos táborokban, a napközis táborokban, gyógyuló táborokban, az élménytáborokban is jelen vannak és áldozatos munkájukkal ezeknek a gyermekeknek a segítségére vannak, illetve olyan élményeket tudnak produkálni számukra, amely felejthetetlen élmény lesz az egész életükben, illetve azt gondolom, hogy a személyiségfejlődésükhöz, a közösség iránti elkötelezettségükhöz és felelősségükhöz is hozzá fognak járulni ezek a táborok, illetve ezek a programok. A baloldal évek óta azzal vádolja a kormánypártokat, hogy szociálisan érzéketlenek a társadalom politikájuk tekintetében. Én azt gondolom, hogy az Erzsébet program, illetve az Erzsébet táborok fényesen cáfolják ezeket a baloldali ellenzéki vádakat. Annak idején a szocialisták a 8 éves kormányzásuk alatt a kafetéria program összefüggésében a multimilliómos cégeknek sok-sok milliárd forint profitot biztosítottak, amelyet külföldre vittek ki. A magyar kormány, Orbán Viktor kormánya 2010 óta pedig megváltoztatta ezt a trendet, és ezeket a milliárdokat a költségvetésen keresztül a magyar gyermekek és a magyar családok segítésére, táboroztatására és üdültetésére fordítja. Az Erzsébet program keretén belül természetesen a gyermekek, a hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatásán túl még ugye a hátrányos helyzetű
nyugdíjasok támogatására is lehetőség van, hiszen számukra is biztosítva vannak olyan táboroztatási és üdültetési programok, amelyeken keresztül kikapcsolódást biztosíthatunk számukra.